Hát nem túl rózsás a hitelpiacon a helyzet. Egy év alatt, hogyha megnézzük, akkor megduplázódott a magyarok kedvenc lakáshitelének a kamata. Elég nagy fordulat van tehát. Magas infláció, jegybanki alapkamat emelkedése. Ugye emiatt a kölcsönök is drágultak. Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezető alapítója van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok! Ez abszolút így van, mind ahogy elmondtad. Először, akkor köszönjük a beszélgetést, mondhatnánk, de nem teszünk ilyet. Először a definíciót definiáld. Mi a magyarok kedvenc lakáshitele? Ugye már alapvetően a 10 éves kamatrögzítésű lakáshitelt tekintjük annak, tehát nem arról van szó, hogy a 12-es számú banknak a 8-as számú lakáshitele a kedvenc, hanem magát, hogyha típust nézzük, akkor a 10 évre rögzített kamatozású lakáshitel az, ami dominálja a piacot, ez körülbelül minden második hitelfelvétel ezt a konstrukciót érinti. De nem csak ez a duplájára nőtt, az nem csak erre igaz, hanem alapvetően a legnépszerűbb lakáshitelekre. És a THM-ről beszélünk, ugye? Így van. Tehát alapvetően ugye a 10 éves kamatrögzítésű lakáshitelnél egy évvel ezelőtt 3% volt a THM, most 6%, hogyha a legkedvezőbb konstrukciót választjuk átlagfizetés mellett. 5 éves kamatrögzítés mellett, ami a második legnépszerűbb konstrukció, ott pedig nagyobb is a növekedés, egy évvel ezelőtt 2,43% volt a THM, ma pedig már 6,16%, tehát ott nem duplázódás, ott 153%-os növekedés volt, másfélszeresével nőtt a THM, ami ugyebár elég vastagon érződik a pénztárcán. Tehát, hogyha a 10 évesnél maradok, a 10 éves kamatrögzítésnél, akkor egy ilyen 20 millió forint hitel esetében 20 millió forintot veszek fel 20 évre, hogyha egy ilyen hitelt választok, akkor ez a THM növekedés, ez 7,5 millióval növeli meg a banknak visszafizetett összeget. Igen, fájdalmasan hangzik. Én közben néztem ezt a grafikont, amit publikáltatok, ez a mennyit drágultak egy év alatt az új lakáshitelek THM érték alapján. Nagyon jó az összehasonlítás, ugye látszik, hogy a kamatperiódusoknál, hogyha hosszabb, akkor azért valamivel jobban járhattak az ügyfelek, de hát a végig fix kamatnál is van egy 37%-os növekedés, de azért még mindig eltörpül a másik kettő mellett. Abszolút így van. Én talán még egy dimenziót azért felhívnám a figyelmet, az, hogy érdemes kettőt hátralépni, és nézzük, hogy megnézzük történelmi kitekintésben, hogy néz ki ez az egész kép, akkor azért azt láthatjuk, hogy Magyarországon mondjuk 2000-es évek eleje óta van értelmezhető lakáshitelezés. Ahogyha ezt a 20 évet vizsgálom, akkor azt látom, hogy jellemzően az infláció fölött átlagosan 5,5%-kal van a forintban mért lakáshiteleknek a kamat szintje. 5,5%-kal van magasabban. Ma ugyebár, hogyha ránézek a térképre, akkor azt látom, hogy van egy 8,5%-os inflációnk, és emellett még mindig felvetek 6%-on lakáshitelt. Amikor legutóbb ekkora volt az infláció, akkor 12%-on volt a forintban kínált, akkor a svájci frank hitelek voltak népszerűek, de a forintban kínált lakáshiteleknek a kamata 12% volt, tehát duplája volt a mainak a jelenlegi inflációs szint mellett. Tehát van egy visszatekintőben, ugye az elmúlt egy évre nézek csak vissza, itt van egy nagyon, nagyon markáns, nagyon karcos emelkedés, történelmi kitekintésben még ez mindig egy kis, mindig szelídnek mondható. Ez meddig maradhat így? Mert ugye szépen lassan leköveti a piac ezt, vagy inkább a bankok azt mondják, hogy ez még a hitelfelvételi kedv növelése miatt egy vállalható kockázat nekik? Hát, én azt gondolom, hogy igen, itt érdekes a bankok szempontja is, de én azt gondolom, hogy egy emelkedő kamatrendben vagyunk. Alapvetően az határozza meg a piacot, hogy senki nem látja az inflációnak a végét. És ez minden hónapban egy új negatív meglepetés.
Ugye még idén évelején is azt mondta az LKB, hogy elképzelhetetlen, hogy 2022-ben kamatot emeljenek, múlt héten már azt mondta, hogy emelni fognak kamatot, pontosan az infláció miatt. Tehát én nagyon-nagyon kiszámíthatatlan a környezet, és egyelőre felfelé száguld az infláció, és ebben a környezetben nagyon nehéz azt mondani, hogy közel vagyunk a tetejéhez, tehát sajnos arra kell berendezkedni, hogy a lakáshitel kamatok is a következő hónapokban, következő hetekben is felfelé fognak még menni, és nem ez a vége. De akkor meg nem állhat le a hitelfelvétel? Mert valami ezzel azért fenyegetnek, és nem csak, tehát hogy ezért sürgetnek egyes pénzintézeti szereplők, hogy az állam valamit avatkozzon be, mert kifut a zöld hitel, piaci alapon már nem nagyon fogja megérni eladósodni, akkor valami kéne a piacon azért. Hát én értem, csak azt is át kell gondolni, hogy milyen világban akarunk élni, hogy amikor még a szegfinek az árát is az állam fogja definiálni, akkor valóban jó lesz-e minden úgy, ahogy van. Tehát egy picit hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent az állam elintéz. Én ettől ezért egy picit szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy most egy nehezebb időszak jön, mind hitelfelvételi oldalon, mind banki oldalon, mind ingatlan oldalon. Most nem annyira rózsás a környezet, de hát alapvetően a gazdaság ez egy ilyen ciklikus történet, ahol van fönt, van lent, és alapvetően ezeken a ciklusokon át kell tudni látni. De ha ma valaki hitelt szeretne felvenni, akkor ahogy a végig fix, 20 évre fixált kamatozás az elérhető 6%-on. Uh-huh. Hát ami egészen brilliáns a már említett 8,5%-os inflációhoz, ha nem lenne ástopunk, akkor ugye, hogyha cseheket nézzük, akkor ez 13-14% lenne, több, mint ingyen van. Igen. Érdekes. Hát közben ugye, ahogy te is mondtad, az ingatlan piacot azért sok más faktor is befolyásolja. Többek között ugye ezek a támogatott konstrukcióknak a kivezetése, vagy a keretnek a megszűnése ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azért tényleg érdekes, hogy mi történik. Te egyébként az egész hitelpiacon jellemző ez? Mert a másik nagy lakossági termékkör azok a személyi hitelek, azokról már korábban elkezdték mondogatni, hogy nagy léptékben elkezdtek drágulni. Így van, a személyi kölcsönök is elkezdtek drágulni, tehát egyértelműen párhuzamos a hitelpiacon a kamatmozgás, nem is tud igazán más lenni. Ugye jön a következő kérdéskör majd, hogyha a kamatokban egyértelműen látjuk az emelkedést, ugye a banki hitelezésnek van még egy dimenziója, hogy ki az, akinek adnak hitelt, azaz a kockázati elbírálás, a hitelképesség vizsgálat mennyire szigorú. Ha és amennyiben a valós gazdaság, tehát a gazdasági teljesítményben érdemi visszaesés lesz, illetve ez kézzelfoghatóvá válik, akkor bizony el fog kezdődni a második körös nehézség, és el fognak kezdeni szigorítani a bankok, hiszen a munkaerőpiacnak nem lesz annyira rózsás a kilátás, és ebből adódik, hogy a hitel visszafizetés is nehezebbé fog válni valamennyivel. Uh-huh. Oké, Balázs, köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát nektek, szép napot. Sajnálom, hogy mindenkit lehangoltam, sziasztok! Nem. Az a lényeg, hogy lássuk előre valamennyire legalábbis a történéseket. Köszönjük szépen! Oké, sziasztok! Sándorfi Balázsról beszélgettünk a bankmonitor.hu ügyvezető alapítójával a lakáshitelekről, illetve személyi hitelekről. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.